of the first race. And to the end, yeah. Morning. Jó reggelt! We want to start this morning with a reading of the word from Proverbs, chapter 8. És szeretnénk a példabeszédek 8. részének a felolvasásával kezdeni ma reggel, a 24. verstől. But we're going to begin with verse 24. Tehát a 24. verssel fogjuk kezdeni. Listen to the reading of the word. És csak figyeljetek ide. Akkor születtem, amikor még nem voltak mélységek, mikor még semmiféle vízzel teli forrás nem volt. Mielőtt a hegyek leülepedtek, a halmok előtt születtem. Akkor, amikor még nem formálta meg a földet és a mezőket és a világ első porszemét. Ott voltam, amikor az eget készítette, amikor a látóhatárt a mélység fölött kijelölte, mikor megszilárdította a felhőket odafönn, amikor erőre kaptak a mélység forrásai, mikor megszabta a tenger határait, hogy a vizet átnehágják parancsát, mikor kimérte a föld alapjait. Mellettem voltam, mint kézműves. Gyönyörködött bennem minden nap, mindig ott játszottam színe előtt. Játszottam a földkerekségen, és gyönyörűségemet leltem az emberek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engem. Boldogok, akik megtartják útjaimat. Hallgassátok meg az intést, és legyetek bölcsek. Ne vonakodjatok. Boldog ember, aki hallgat engem, aki ajtóm előtt viraszt minden nap, és ajtófélfáimat őrzi. Mert aki engem megtalál, az életet nyer, és jó akaratot szerez az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik a lelkén, mindenki, aki gyűlöl engem, a halált szereti. Father, we just lift up your name this morning. Urunk, csak szeretnénk felmagasztalni a te nevedet ma reggel. We desire to know you more. Arra vágyunk, hogy jobban ismerjünk téged. We desire to know your love for us more. És arra vágyunk, hogy még jobban megismerjük az irántunk való szeretetedet. Father, this morning I feel like the writer of Proverbs when he said, I'm foolish. I don't know anything. I don't even have the wisdom of an animal. És atyám, ma reggel úgy érzem magam, mint annak a példabeszédnek az írója, aki azt mondta, hogy csak egyszerűen bárgy vagy bolond vagyok. Úgy érzem, hogy még egy állatnál sincs több értelmem. I haven't even learned wisdom. Hogy még csak meg sem tanultam, hogy mi a bölcsesség. I need knowledge of the Holy One. Szükségem van arra, hogy ismerjem a Szentet. Jesus, you're the one. Jézus, te vagy az. You've ascended to heaven. Te vagy az, aki felvitettél a mennybe. You've given gifts to men. És ajándékokat adtál az embernek. You are our wisdom. Te vagy a mi bölcsességünk. You died in our place. És helyettünk haltál meg. May these words go deeply in our hearts. Father, please. Hadd ivódjanak mélyen a szívünkbe ezek a szavak. As this foolish one barrels down the path of wisdom, Lord. És Atyám, én arra kérlek, hogy ahogy ez a bolond itt pont a te bölcs útjaidat próbálja hirdetni. May you pour out your wisdom. Valóban áraszt ki a te bölcsességedet. How needy we are, Lord. Olyan nagy szükségben vagyunk rád, Uram. In your name. A te nevedben imádkozunk. Amen. Amen. Let's turn in our Bibles to 1 Corinthians chapter 1. Lapozzunk a Bibliánkban az első korintusi levél első részéhez is. For the message, my mic is so hot, you guys, back there. I don't know if somebody could get a word. It seems like it's echoing and. Úgy tűnik, hogy az egész víz hangzik, nem? Olyan furán hangzik. Yeah. Igaz? And is Ildi? Can you hear her now? És hallatok most engem ott hátul? Nem nagyon. Pedig már nagyon belebeszélek. Lenyelem. Alrighty. Okay. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent.
Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Where's the wise? Where's the scribe? Where's the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nem de bolondsággá tette Isten e világ bölcsességét? The scripture in 19 is a quote from Isaiah 29. A 19. vers tulajdonképpen egy idézet Ézsaiás könyvének 29. verséből. I'll read it for you. You'll read it for them. Yes, Isaiah 29:13. Tehát az Ézsaiás 29. részéből a 13. vers. Therefore, and we're not going to go back to find out why that therefore is therefore, but you can do that sometime. És ez úgy kezdődik, hogy de, így szól az Úr. És angolul ott van az, hogy azonban. Okay. És de nem fogjuk most megtudni, hogy miért van ott ez az azonban, vagy annak okáért. Nem hallotok? Mert én magamat nem. Jó. Are we okay? Nobody hears me. It's not. Oh, but we love each other. Yeah. Our microphones are fighting. I'm happy for that. Anything. Kill. This is powerful. Kill them. Na, mikrofonokat ülünk. Szóval ne nézzetek ide, mert éppen a mikrofonokat ölik. So turn to Isaiah 29:13-14. So if you're looking and reading, you don't have to hear us, right? Akkor nem is kell, hogy halljatok minket, ti csak olvassátok. Na, mindjárt kiderül. See if this is in the right place for me or it needs to come up a bit, right? Yeah, I know. I've been told. You're taller than me? No, that I'm taller than most, I thought you said. Yeah. Am I taller than you? Yes. Okay. I think the battle of the mics is over. Szóval reményeink szerint a mikrofonok harca véget ért. Döntetlen. No, we're saying no. Well, give us a minute. We'll keep talking and we'll be good. Szóval most csak így beszélünk, és addig megpróbáljuk beállítani ezeket a mikrofonokat. Még mindig nem hallatszok? Engem nem. Hátig már beleg. They cannot hear me. Or... Most már hallottok? Jó. Now they can. Na, akkor olvasom. De így szól az Úr. Mivel a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanult emberi parancsolat lett. Ezért ismét ámulatba ejtem a népet, csodát csodára teszek, és elvész bölcseinek bölcsessége, és eltűnik az értelmesek értelme. So this quote from Isaiah, what's the Lord saying? Tehát mit mond az Úr ebben az idézetben itt Ézsaiás könyvében? He says, when I bring or when I destroy the wisdom of the wise in the world. És azt mondja, hogy amikor én elvesztem a bölcsek bölcsességét, meg az értelmesek értelmét, tehát a világ bölcsességét, it'll show what true wisdom is. Akkor majd megmutatkozik, hogy mi az igazi bölcsesség. In fact, in verse 14, he says, "For the therefore, behold, I will again do a marvelous work." Ugye a 14. vers azt mondja, hogy ezért ismét ámulatba ejtem a népet, csodát csodára teszek.
What is this marvelous work that God's going to do? Mi ez a csodára tevés, amivel álmulat bejti a népet? For the wisdom of wise men is going to perish. Mert hogy a bölcseknek a bölcsessége el fog veszni. And the understanding of the prudent man will be hidden. Eltűnik az értelmesek értelme. What is the marvelous that he speaks of here? Mi ez a csoda, amiről itt beszél? Going on with our 1 Corinthians scripture 1:21. De ha odalapozunk az 1 Korintus 1:21-be megtudjuk. For since in the wisdom of God the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message. Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. This foolishness of the message is what's marvelous. Tehát az a csoda, az ige hirdetésnek a bolondsága. This foolishness of the message is preached to the nations. Az ige hirdetésnek, vagy az üzenetnek a bolondságát hirdetik a népeknek. It pleases God to save. Istennek az van a gyönyörűségére, azt tetszik, hogy üdvözítsen. I'm so grateful that that's his heart. He wants to please, he wants to save us. Annyira örülök annak, hogy neki ez a szíve hozzáállása, ő meg szerette menteni minket. I'm so grateful that as we've studied in James, we learned that mercy. És annyira hálás vagyok azért, hogy ahogy Jakab levelét tanulmányozzuk, hogy ott azt tanuljuk, hogy az irgalmasság triumphs over judgment. Diadalmaskodik az ítélet felett. You know what that means? Tudjátok, hogy ez mit jelent? We deserve judgment. Hogy ítéletet érdemelünk. We're sinners. Mert bűnösök vagyunk. Nothing can make us not sinners. És nincs világon semmi, ami képes minket nem bűnösökké tenni. In James again we had the comparison of the law of liberty and the Mosaic law. És mi Jakab könyvében láttuk a szabadság tökéletes törvényének és a mózesi törvénynek az összehasonlítását. And James in his loving harsh way. És Jakab az ő maga szeretetteli, de elég kemény módján. Said if you break one law, azt mondta, hogy ha egyetlen egy törvényt megszegsz, you broke them all. Akkor ezzel az egész törvényt megszegted. And we think, what hope is there for me? És akkor ebből arra gondolunk, hogy na de hát akkor milyen reménységem maradt? I mean, I thought I'm a fairly good person. I've never murdered anyone. Mert hát ideig azt gondoltam, hogy azért én elég jó ember vagyok, hiszen nem öltem meg még senkit. I try to be nice. Megpróbálok kedves lenni. But one little law? Csak egy pici törvényt, egy parancsolatot megszegek. And what's followed by that in James is we're under the law of liberty. És ezt követi a Jakab könyvében az, hogy mi a szabadság tökéletes törvénye alá vagyunk vetve. James says mercy wins. És Jakab azt mondja, hogy az irgalmasság győzedelmeskedik. 1 Corinthians 1:22. Az első Korintus 1:22. For the Jews request a sign and the Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, to the Greeks foolishness. But to those who are called, both Jew and Gentile or Greek, Christ, the power of God and the wisdom of God. Mert egyfelől a zsidók jelt kérnek, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság. Ám de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. 2:24. We can all benefit from the wisdom of God. Tehát mindannyian hasznot húzhatunk Isten bölcsességéből. He's no respecter of persons. Mert ő nem személyválogató. What's Paul saying by saying this right here? De mit is mond Pál azáltal, hogy ezt itt mondja?
It's something that James constantly did too. És Jakab is folyton ezt tette a maga levelében. He kind of levels the field. Olyan, mint hogyha kiegyenlíteni a talajt. Can you see that? Jews, Greeks, us. Látod-e, hogy itt emlegeti a zsidókat, a görögöket, minket? We see it in Acts when Peter went and shared with the Gentiles and opened the door for salvation. És látjuk ugyanezt az apostolok cselekedeteinek könyvében, amikor Péter elment és a pogányoknak hirdette az evangéliumot, az üdvösség evangéliumát. For us, the wisdom of God has brought us all to the foot of the cross on a level place. Azért, mert Istennek a bölcsessége mindannyiunkat egy szintre hozott Krisztus keresztjéhez. And then in verse 25 he says, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. És utána a 25. versben azt mondja, mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az embereknél. This for me is it's hard for me to get my head around that. Nekem ez nagyon nehéz felfognom. He's the great I am. Hogy ő a nagy vagyok, aki vagyok. There's really no rational comparison to him, and I think that's what it's saying here. És én azt gondolom, hogy itt arról beszél, hogy egyszerűen hozzá senki nem fogható. 26. vers. For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, and not many mighty, not many noble are called. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, hogy nem sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ... Ja, igen. Just a comfort for me is the not many. Számomra itt az a vigasztaló, hogy nem sokan. And what that means is nobody's excluded. És ez azt jelenti, hogy senki nincs kizárva ebből. Well, I'm especially grateful that not many wise. Annak különösen örülök, hogy nem sokan vagytok bölcsek. But I'm also grateful that he doesn't leave the wise out. De annak is örülök, hogy azért nem hagyja ki a bölcseket sem. It doesn't say not any wise. Ugye nem azt mondja, hogy nincs köztetek egy bölcs sem. I'm sure we know people, counselors, who are just they're just wise. Én biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerünk olyan embereket, akik tanácsot adnak és bölcsek egyszerűen. Their counsel just like hits the spot. It's just wow. És a tanácsuk az mindig fején találja a szöget, és így tudod, hogy na erre volt szükségem. Remember our sort of generic definition of wisdom. És ugye emlékezzünk vissza, hogy milyen általános módon definiáltuk a bölcsességet. Wisdom is having the ability to deal with the complexities and the realities of life. Hogy a bölcsesség az, amikor képesek vagyunk megbirkózni ennek a világnak a bonyolultságával és valóságos tényeivel. It's the ability to see the facts, that's knowledge. Tehát ez egy képesség arra, hogy lássuk a tényeket. And then see the relationship of those facts and bring it into relationship so that it has meaning and understanding. És utána ezeknek a tényezőket, ezeknek a tényeket meglássuk egymáshoz való kapcsolatukban is, és így értelmesnek tűnjenek a számunkra. My son John, when he was in music college, had a professor. John nevű fiam, amikor még zeneiskolába járt, volt egy professzora. She was not a believer. Aki még nem volt hívő. And I went in one time to kind of intercede for him in a difficult situation of his academic education and his music education. Szóval egyszer bementem a zeneiskolába, hogy közben járjak a fiamért, mert ugye egy kicsit összeütközésbe került a zenei képzése az általános képzésével. And while I was making my case, és amíg próbáltam ugye kifejteni a magunk álláspontját, interceding for him. És közben jártam a fiamért. She stopped me in the middle. Közbevágott a hölgy, és leállított. And she said, "What are you doing?" És azt mondta, hogy mit csinálsz? What are you doing with this life that you're trying to get him off the hook? Trying to get him to
to save him from something from himself. Mm-hmm. Szóval, hogy mit csinálsz, hogy megpróbálod őt megmenteni valamitől. And I knew at that moment that that's what I was doing. És tudtam, hogy ebben a pillanatban én tényleg ezt teszem, megpróbálom őt megkímélni valamitől. It was like a sword in my heart. És olyan volt, mint hogyha egy kard hatolt volna a szívembe. She'd spoken wisdom to me. Abszolút bölcsességet szólt ez a tanár nekem. How humbling, how embarrassing. És ez mennyire alázatra indító és zavarba ejtő volt számomra. I had no more words. Szó nélkül maradtam. We went home and I literally cried the whole way home. Szóval hazamentünk és szó szerint hazáig zokogtam. John didn't know what to do with me. John se tudta, hogy mihez kezdjen hirtelen. He kept saying, "Mom, I'm going to make you proud. It's going to be okay." Ellen csak azt mondogatta nekem, hogy anya, majd büszke leszel rám, hidd el nekem. Minden rendben lesz. Which the Holy Spirit had an effect on him too. A Szentlélek őre is hatást gyakorolt akkor. Because normally he would have said, "Oh shoot, that didn't work. It would have been easier for me." Azért, mert normális esetben azt mondta volna, hogy azta, hát ez nem sikerült. Sokkal könnyebb lehetett volna a sorsom. There is wisdom. De létezik bölcsesség. I don't care what your religious orientation is. Függetlenül attól, hogy milyen vallásos háttérből származ, vagy hol tartasz. God created us all. Isten teremtett meg mindannyiunkat. We're in his image. Az ő képmására formált. Fallen. Elbuktunk. But in his image. De akkor is az ő képmására formált minket. James again. Megint csak Jakab levele. Every good gift and every perfect gift comes down from above, from the Father of lights, in whom there is no variableness. Ugye, aki azt mondja, hogy minden jó és tökéletesség odafentől a világosság atyától származik, akinél nincs a változásnak árnyéka sem. So not many wise. Tehát nem sokan bölcsek. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Verse 27. 27. vers, hanem a világ bolondjait választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Being weak and foolish has its own humbling ability, doesn't it? Amikor az ember erőtelen, meg bolond, az már úgy önmagában alázatra indít. And again, he just levels the field. We're all really wise or foolish in the same place. De megint ugyanazt teszi velünk az író, hogy egy szintre hoz minket. Akár bölcsek, akár bolondok vagyunk, egy szinten, egy helyen vagyunk. And the base things of the world and the things which are despised, God's chosen. And the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy senki ne dicsekedjék ő előtte. God's thoughts are past our finding out. Szóval Isten gondolatai számunkra kifürkészhetetlenek. In ourselves we can't know spiritual things. És csak úgy önmagunkban képtelenek vagyunk megismerni a lelki, a szellemi dolgokat. But what has he chosen? Mit választott Isten? He chose a place. He chose the cross, a place of shame, suffering and defeat. Egy olyan helyet választott, a kereszt helyét, a szégyennek, a legyőzettetésnek a helyét, a vereségnek a helyét. This was a place of defeat of the world's wisdom. Meditate on that. És ezen a helyen győzte le a világ bölcsességét. Elmélkedj erről. He chose the cross, a place of shame, suffering, to defeat the world's wisdom and bring salvation to you, to me, to us. Ő a kereszt helyét választotta a szenvedésnek és az erőtlenségnek a helyét, meg a gyalázatnak a helyét azért, hogy üdvösséget hozhasson mindannyiunk számára. Verse 30, for of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God
and righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. 30. vers, de általa ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nekünk, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Jeremiah 9:23-24. Jeremiás könyvének 9. részében a 23. és a 24. vers. Thus says the Lord. Let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, mercy, judgment, and righteousness in the earth, for in these I delight. Ezt mondja az Úr. A bölcs ne dicsekedjék a bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag ne dicsekedjék a gazdagságával, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, jogot és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem. So who are we in this picture? Hát kik vagyunk mi ebben a képben? Okay, not many wise. Hogy nem sokan bölcsek. But in Christ, and being in Christ means that through his suffering, shame and death, he became all that we are not. De Krisztus által, tehát ez azt jelenti, vagy Krisztusban vagyunk, azt jelenti, hogy az ő szenvedése, halála és gyalázata által ő mindazzá, vagy igen, mindazzá vált, akik mi nem vagyunk. He died the death we should have died. Ő azt a halált halta, amelyet nekünk kellett volna halnunk. In our place. Helyettünk. He conquered death. Ő legyőzte a halált. When he rose, and he has become for us all that we could not be for ourselves. És amikor ő feltámadt, akkor mindazzá vált helyettünk és számunkra, akik mi magunktól nem lehettünk. So he that glories, let him glory in the Lord. Tehát aki dicsekszik, akkor az Úrban dicsekedjék. As we said yesterday, pride destroys humility. Ahogy tegnap említettük, a büszkeség tönkreteszi az alázatot. So don't glory in ourselves. Hogy ne dicsekedjünk magunkban. We glory in him. Ezért inkább ő benne dicsekszünk, ő vele dicsekszünk. Okay, chapter 2. A második fejezethez értünk. And I, brethren, when I came to you, and Paul's saying this, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. I was actually with you in weakness, in fear, and in much trembling. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in wisdom of men, but in the power of God. Beszédem és ige hirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Paul came and spoke to them, not with human eloquence or power, or a great show of boldness. Amikor Pál megérkezett közéjük, akkor nem emberi bölcsességgel, meg ékes szólással, vagy nagy emberi bátorság felmutatásával hirdette nekik az igét. So briefly, who was Paul going to, and why did he say these words? Hát csak így röviden, kikhez is ment Pál, és miért mondta ezt nekik? You know, as I'm sure many of you remember, he was going to a church in trouble. Biztosan sokan emlékeztek, hogy egy bajban lévő gyülekezetnek írt és hozzájuk érkezett. They had some horrible things going on in leadership, and they had people on each side, and they were kind of making fun of it. It was a mess.
Szóval borzalmas dolgok történtek a vezetőségeikben, az emberek különböző embereknek a pártjára álltak, és borzasztó dolgok történtek közöttük. Szóval egy nagy cirkusz volt az egész. I believe that that's why Paul said I came to you with fear and trembling. És én hiszem, hogy Pál ezért mondta, hogy én félelem és rettegés közepette érkeztem hozzátok. You know, when you're involved in a local body of believers, amikor részt veszel egy helyi gyülekezet munkájában, and things go wrong, és éppen valami rosszul sül el, you fear for them, you want to fix it. Akkor ugye benned is ilyen féltés alakul ki, és valahogy meg akarod oldani a problémát. You care for their souls. Azért, mert hogy fontos neked az embereknek a lelke. You remember the work, the miracles that God's changed, done, the lives that have been changed. És visszaemlékszel Istennek a csodálatos munkájára, a csodáira, amivel megváltoztatta őket, az életüket. And then the enemy comes in. És utána ez csak megjelenik az ellenség. I think that Paul's fear and trembling was for them. És én azt hiszem, hogy Pál rettegése és remegése az értük volt. What happened to them made him weak. Mert ami velük történt, az őket erőtlenítette. Weak with concern. És Pált is hát gondterheltétette. Emiatt volt erőtelen. But he didn't doubt that he spoke the wisdom of God. De abban nem kételkedett, hogy ő Isten bölcsességét szólta nekik. And that's why he says I came in demonstration of the spirit and of power. És ezért mondta azt, hogy én erőnek és léleknek a megmutatásával érkeztem hozzátok. So you see Paul the man. Tehát itt Pált, az embert látjuk magunk előtt. Can't you see him on his journey? What am I going to say to them? I fear for them. I want them to know the fullness of Christ. És szinte az ember a szemei előtt látja őt, hogy útközben mire gondol, hogy egyszerűen féltem őket, annyira szeretném, hogyha ismernék Krisztusnak a teljességét. Was weak with that concern that he had for the body of Christ. És ez a gondterheltsége, az aggodalma Krisztus teste iránt, ez tette őt erőtlenné. But he walked in his calling. De akkor is az elhívásában járt. His steadfastness in the Lord. És kitartott az Úrban, álhatatos volt. The confidence that he had that the wisdom he was going to speak was from the Lord and not from himself. És teljes bizonyossága volt a felől az Úrban, hogy az Úr szavait fogja nekik hirdetni, és nem magától szól. They didn't need man's wisdom. Mert hogy nekik nem emberi bölcsességre volt szükségük. They needed the Holy Spirit wisdom. Hanem a Szentlélek bölcsességére. Verse 6. A hatodik vers. However, we speak wisdom among those who are mature, yet not wisdom of this age, nor the rulers of this age, who are coming to nothing. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét. At this point, we see that the ones that Paul's talking to are being faced with a choice to make. Azt látjuk itt, hogy azok az emberek, akiknek Pál írja ezt a levelet, egy választás, egy döntéshelyzet előtt állnak. Paul said, this is who I'm coming to speak to. Ez Pál azt mondja, hogy na, én ezekhez az emberekhez jövök, hogy szóljak hozzájuk. Those who are perfect. Akik tökéletesek. It's the exact same word that we find in James 1:4. Ugyanezt a szót találjuk Jakab levelének első részében, a negyedik versben is. When it says let patience have its perfect work that you can be complete and perfect. Amikor azt mondja, hogy az álhatatosság meg végezd el a maga tökéletes munkáját, hogy teljesek legyetek minden fogyatkozás nélkül valók. That word for perfect is complete, mature, that you'd be mature in him. És ez a tökéletes szó tulajdonképpen a teljes vagy érett, hogy ő benne érettekké váljatok. But the next verse in James says but I do lack. De rögtön a következő versben ugye Jakab azt mondja, hogy de hiányt szenvedek. It doesn't mean you're not among the perfect or the mature. Az nem azt jelenti, hogy ha valami hiányzik neked, akkor nem a teljesek, tökéletesek vagy az érettek közé tartozol. Because what does the mature person do? De mit tesz egy érett keresztény? Right? Well, it's the first thing we do when we know we lack wisdom.
Mi az első dolog, amit teszünk, amikor rájövünk, vagy tisztában vagyunk vele, hogy szenvedünk a bölcsességben. You ask. Kérünk Istentől. Right. The mature person asks. Tehát az érett keresztény, az érett ember, az kér. In faith. Hitben. Trusting him that he will answer. És bízik abban, hogy Isten erre válaszolni fog. And he does. És ő meg is teszi. Because he is wisdom. Mert hogy ő a bölcsesség. And then I can appropriate or I can bring that wisdom into my life by faith. És utána azt az adott bölcsességet alkalmazhatom az életemre hitáltal. I feel like Paul painted this black and white picture. Én úgy érzem, hogy Pál egy fekete-fehér képet festett elénk. Black and white picture of wisdom. A bölcsességnek a fekete-fehér képét tárt elénk. So they'd know exactly where they stood. Azért, hogy ők most pontosan tudják, hogy hol is állnak. So clearly we have two groups of people. Tehát teljesen egyértelmű, hogy itt van kétféle embercsoport. We have the mature. Tehát ott vannak az érettek, mature believers, az érett hívők, and we have the worldly wise rulers. És utána ott vannak a világi bölcsességgel rendelkező fejedelmek. Rulers of this age. E világnak a vezetői, az uralkodói. Everything that's kind of control of this world. Tehát ide tartozik minden, ami valahogy ezt a világot uralja. And that's what Paul's saying, but in verse 27, we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden words which God ordained before the ages for our glory. Ezért mondja a 27. versben Pál, hogy mi Istennek a bölcsességét 27. versben, hanem Isten bölcsességét szóljuk, hogy megszegyenítsük az erőséget. 2:7, 1 Corinthians 2:7. Ja, 2:7, bocsánat, teljesen eltoltam. A második rész 7. versében vagyunk, hogy hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. So what is meant here by mystery? Mit ért itt titkos vagy titok alatt? In this sense of the word, it's something not known in the past, but has now been revealed. A szónak a jelentése az, hogy valami, ami a múltban még nem volt ismeretes, de most kinyilatkoztattatott. Something that in the past was silent, but now it's vocal. Tehát valami, amivel kapcsolatban a múltban csendhonolt, most pedig hirtelen hangot adnak neki. Something in the past that was not even discoverable. Tehát valami a múltban, amit még fel sem lehetett fedezni. Is now revealed, de so most, we can get it. Ő ezt kijelenti, megmutatja azért, hogy megérthessük. What is this mystery? De mi ez a titok? He who glories, let him glory in the Lord. Aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék. It's in Christ, the hope of glory. Mert ez Krisztusban van, a dicsőségnek a reménységében. Verse 8. 8. vers. Now none of the rulers of this age knew, for had they known, they wouldn't have crucified the Lord of glory. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte meg, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Again, we've got this two groups. Megint csak ott van két embercsoport. The mature, az érettek, and we have the rulers of this age. És e világnak az uralkodói. Vezetői, the deniers of Jesus. Akik megtagadják Jézust. And then verse 9. Utána a 9. vers. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. I don't know if you're like I have been about this verse. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, mármint ezzel az ige verssel, úgy, mint én. This verse is very often used at funerals. Nagyon gyakran használják ezt az ige verset temetéseken. It's used to say, you know, it's going to be great in heaven, and we have no idea what it'll be like. Ugye arra használják, hogy elmeséljék, vagy elmondják, hogy a mennyben majd nagyon jó lesz, és nekünk itt azért fogalmunk nincs arról, hogy az majd milyen lesz.
And that's it's true that heaven's going to be amazing. És persze ez igaz, a menny az valóban bámulatos lesz. But I've come to recently believe that's not what this verse is talking about. De az utóbbi időben rájöttem, hogy ez az ige vers nem igazán erről beszél. Again, remembering we've got two groups of people here. Megint csak emlékezzünk meg arról, hogy itt két embercsoportról van szó. We have the believers, the mature, the ones, you know. Tehát ott vannak a hívők, az érettek. And then we have this world, the rulers of this world. És ott van ugye e világnak az uralkodói, vezetői. Or we can say those people who are living under the world's rule. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy ezek azok az emberek, akiknek akik e világnak az irányítása alatt élnek. And so let's read it like this. Úgyhogy így olvassuk. Eye has not seen. Whose eye? Azt mondja, hogy amit szem nem látott, kinek a szeme? Nor ear heard. És fül nem hallott. Whose ear? Kinek a füle? Nor entered into the heart of man. És emberi szív meg sem gondolt. What man? Milyen embernek a szíve? Prepared for those who love him. Who is that? Azt készítette Isten az őt szeretőknek, és ezek kik? There's a contrast here. Itt egy ellentétet állít szembe egymással. I, ear, heart of the unbelieving person, the one still under the world's kind of government. Tehát ott van a szeme, a füle, a szíve, a hitetlen embernek, aki még mindig e világ irányítása alatt él. They know nothing of what is being prepared. It's available, but that group of people they don't know. És ők semmit nem tudnak arról, amit Isten készít. Tehát and ott van a rendelkezésükre áll, de nem tudnak róla semmit. And always remembering that what Ephesians says about that. És én mindig visszaemlékezek arra, amit az Efézusiakhoz írt levél mond erről. If you today are a believer. Hogyha te itt ma hívő ember vagy. Paul said to believers, he said, that's just what you were before you believed. Akkor Pál ugye azt mondja, hogy pontosan ilyen voltál viszont, mielőtt hitre jutottál. The mature one is one because they've asked in faith to receive wisdom from God. Tehát az érett hívő az, aki hitben van, mert hogy bölcsességet kért Istentől, és ezért kap. And once that's happened, in verse 10 it says, but God has revealed this to us through his spirit, for the spirit searches all things, yes, the deep things of God. És amikor ez ugye megtörténik, akkor a 10. versben azt mondja, hogy nekünk azonban Isten kijelentette a lélek által, mert a lélek mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is. It's been said that before we trusted in Jesus, valaki egyszer azt mondta, hogy mielőtt Krisztusba vetettük volna bizalmunkat, we only had one enemy. Csak egy ellenségünk volt. And that enemy, és az az ellenség, loved us with undying love. Szeretett minket egy halálra menő szeretet, vagy halálos szeretettel. Because the Bible says that before we knew God, we were at enmity, we were enemies. Azért, mert a Biblia azt mondja nekünk, hogy mielőtt Istent megismertük volna, az ellenségei voltunk. But he was a beloved enemy. De ő minket szerető ellenség volt. That enemy died so that he could have relationship with us. És ez az ellenség meghalt azért, hogy kapcsolatba kerülhessen velünk. After we receive Jesus, és miután befogadtuk Jézust, we have three enemies. Már három ellenségünk van. Right? Satan. Mondjátok. The world. A világ. What's number three? Sorry? We have three. Yeah, I haven't said three. You already mentioned any? Yeah. Satan. A világ. The world. Világ. Ourselves. És mi magunk, a testünk. Wow. Na hát. Before, we only had one and he loved us. Ezt megelőzően csak egy ellenségünk volt, és az az ellenségünk szeretett minket. Welcome to the battle. Now we have three. Úgyhogy üdvözlünk a csatatéren, most már három ellenségünk van. But now, the one who was our enemy and loved us
De most, is our friend and savior. Sorry. Friend and savior. Sorry. De most az, aki so szeretett minket, már a barátunk és a megváltónk. Does that make sense to you? Logikus ez nektek. Jó. Yeah. For me it was just like wow. Számomra ez egy felismerés volt. Na hát. But I shared that with a friend of mine and she just couldn't get past thinking about God as an enemy. De ezt a gondolatot ugye elmondtam egy barátomnak, és képtelen volt túltenni magát azon a gondolaton, hogy Istenre, mint ellenségre gondoljon. Loving enemy is just, it's a paradox. Szerető ellenség, ez paradoxon. He's love. Love for both groups. I want you to understand that. De ő szeretet. Ő mindkét embercsoportot szereti, és ezt szeretném, hogyha megértenétek. I'm not giving you those two groups to throw judgment on one and glory on the other. Hát nem azért tárom elétek ezt a két embercsoportot, hogy az egyiket elítéljem, a másikat meg dicsőítsem. But only so that we can see what we have when we enter into relationship with the one who loves us. Hanem azért, hogy meglássuk, hogy mink van, amikor kapcsolatba kerülünk azzal, aki szeret minket. So he has revealed this to us. Tehát ő kinyilatkoztatta mindezt nekünk. How can that be? De hát ez meg hogy lehetséges? Since not many of us are wise or noble. Hiszen nem sokan vagyunk bölcsek, meg nemesek. He answers that in the next verse. A következő igeversben válaszol erre. Okay, so hang on with this one. Tartsatok ki, és figyeljetek ide. Are you okay? Are you still with me? Tudjátok követni a gondolatmenetemet, ugye? Okay, I feel like I'm kind of plodding through this, mert right? Kicsit úgy érzem, mint hogyha így erővel szántanék át valamin. Can I take a deep breath? Mély lélegzetet vegyünk. You know, sometimes I think as I'm reading the word, I'm plunging into the deep things of God. Mert néha, amikor úgy érzem magam, amikor az igét olvasom, hogy most Isten mély dolgaiba ugrok fejest. Like being out here at the pool and you're jumping into the deep end, you know? Tudjátok, mint kint a medencébe, amikor a mély vízbe, az oldalára nagyot ugrasz. But the amazing things that we'll see as we plunge into this. De a bámulatos dolgok, amiket mindjárt meglátunk, ahogy ebbe fejest ugrunk itt. Because what's he saying? No earthly eyes have seen, no earthly ears have heard, it hasn't even entered into an earthly mind to know the things that I'm going to tell you. Mert ugye azt mondja, hogy amiket a földi szem nem látott, a földi fül nem hallott, és a földi ember szíve meg se gondolt. Tehát azokról fogok most nektek beszélni, amiket Isten elkészített. But God's revealed them to us. De nekünk azonban Isten kijelentette ezeket. Yes, Paul says, yeah, the deep things of God. És Pál azt mondja, hogy igen, Istennek a mélységeit. For what man, in verse 11, has known the things of a man except the spirit of man which is in him? A 11. vers, mert ki ismeri az emberek közül az ember gondolatait, hanem ha az ember lelke, amely ő benne van. So how do we know each other? How do we have relationship? Tehát hogyan tudjuk mi egymást megismerni? Hogyan tudunk kapcsolatban lenni egymással? We communicate, right? Hát kommunikálunk. Can you know me if we never have a conversation? Meg tudsz engem ismerni, ha soha nem beszélgetünk? If there isn't some form of communication? Ha nincs valamiféle fajta kommunikáció közöttünk? If I said, okay. Ha azt mondanám, hogy na jó. What am I thinking? Na, szerinted mire gondolok? And I'm following James, I'm not going to talk. És Jakabhoz hasonlóan nem fogok beszélni. I'm joking. But csak viccelek. Anyway. Lassú leszek a szólásra. I mean, if you met me for the first time. Na most tegyük fel, életedben először találkozol velem. And we had no communication. És előtte semmiféle kommunikáció nem volt közöttünk. Could we know each other? Tudjuk akkor ismerni egymást. We communicate with each other spirit to spirit. That's who we really are, right? Persze, hát kommunikálunk egymással lélek a lélekhez, vagy szellem a szellemhez, mert hát valójában ezek vagyunk. And so Paul says, even so, és ezért mondja Pál azt, no one knows the things of God except the Spirit of God. Hogy mert Isten lelkének a dolgait sem, vagy ugyanígy az Isten gondolatait sem ismeri senki, csak az Isten lelke.
Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Just as we know each other and we communicate with each other, so it is that the Holy Spirit that's been given to us at salvation. És pontosan úgy, ahogy egymást ismerjük, ahogy kommunikálunk egymással, a Szentlélek ehhez hasonlóan, aki az üdvösségre jutás pillanatában adatott nekünk, communicates the things of God by His Spirit. Ő is közli velünk, elmondja nekünk Istennek a dolgait az ő lelke által. I love that, freely given. Nekem ez nagyon tetszik, hogy ajándékozott, vagy ingyen adott. No struggle. Nem kell érte küzdeni. No guessing. Találgatni. We have a gospel of liberty and freedom. Nem, az evangélium az a szabadságnak az evangéliuma. Verse 13. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Ezeket hirdetjük is, de nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabva. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Actually, they're foolishness to him. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Nor can we know them, he know them. Nem képes megérteni sem. Why can't he know them? Because God's keeping them from him? De miért nem tudja megérteni? Azért, mert Isten visszatartja ezt tőle. No, because they're spiritually discerned. Nem, azért, mivel azt lelki módon kell megítélni. And watch in the next verse, we've got these two groups again. És utána, ha megnézed a következő verset, megint ott van ez a két embercsoport. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they're foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítélheti meg. Pay attention to this next thing. És most nagyon figyelj oda a következőre. We can see, obviously, he's contrasting, comparing the natural man with the spiritual man, right? You agree with that? Mondhatjuk azt, ugye, és valószínűleg egyetértetek azzal, hogy itt egy összehasonlítja a lelki embert a nem lelki emberrel. Yeah? Igen. Okay. Now, notice that it doesn't say the good man with the bad man. De vedd észre, hogy nem azt mondja, hogy a jó embert a rossz emberrel hasonlítja. It's not about good and bad. Mert ennek köze nincs a jóhoz meg a rosszhoz. It's about the natural man and the spiritual man. Hanem a nem lelki emberről van szó, tehát a természeti emberről és a lelki vagy szellemi emberről. It's about the man that recognizes spiritual things. Arról az emberről, aki felismeri a lelki dolgokat. And who is that? És ki az az ember? It's the graced man. Hát a kegyelemmel megáldott ember. It's the saved man. Vagy a kegyelmet kapott ember, aki üdvözül. It's the renewed man. A megújult ember. And is compared to the unregenerate man. És ezt az embert hasonlítja a nem újonnan született emberhez. And then Paul said, "Who's known the mind of the Lord?" És utána Pál azt mondja, hogy mert ki érte fel az Úr értelmét? Who's known the mind of the Lord that he may instruct him? Hogy mert ki érte fel az Úr értelmét, hogy oktathatná őt? And we have the mind of Christ. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Our resource of wisdom. Ez az erőforrásunk a bölcsességhez. He has become wisdom for us. Mert ő bölcsességül lett számunkra Istentől. What did it cost him? Mibe került ez neki? Just in these last few minutes that we have together. És most az utolsó néhány percben, amit itt együtt töltünk. We read the last part of Proverbs chapter 8. Felolvastuk a példabeszédek 8. részének a végét. The first part up until verse 24 really. És annak a példabeszédnek az első fele egészen a 24. versig.
Sorry. Sorry, it's really verse. Interesting. Okay. Let's go back up in chapter 8. Menjünk egy kicsit vissza a 8. részben, mielőtt még valami helytelent mondanék, amit utána majd bánnék. I've been dying to use this verse anyway, so I'm going to use it. Már szinte haldokoltam, hogy felhasználhassam ezt az igeverset, úgyhogy használni is fogom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ugye, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. And I fear the Lord. És én félem az Urat. But it's very interesting to notice what that fear is, because in one of the Psalms, David says that I fear the Lord. Azért, mert nagyon érdekes megnézni, hogy tulajdonképpen mi is ez az Úr félelme, ez a bölcsesség. Azért, mert az egyik Zsoltárban Dávid is mondja, hogy én félem az Urat. And then in the next, I had it somewhere here, in the next verse he says, I fear the Lord because he's forgiven me. Tehát azt mondja Dávid, hogy félem az Urat, mert megbocsátott nekem. Puts that in a different category than some of the fears we have, right? Szóval ettől ez a félelem mindjárt egy másik kategóriába kerül, mint általában azok a dolgok, amiktől félünk, vagy más félelmeink. I fear him because of all he's done for me. Azért félem őt, mindazért, amit értem tett. Fearing God casts out all the other fears. Az Isten félelme kiűzi az összes többi félelmet. We're free then to act in his wisdom. És akkor felszabadulunk arra, hogy az ő bölcsessége szerint cselekedjünk. Think of all the fears. És csak gondolj bele az összes félelmünkbe. Fear of man. Az emberektől való félelem. Fear of making the wrong decision. Hogy félünk attól, hogy rossz döntést hozunk. Fear of the future. Félünk a jövőtől. Fear of death. Félünk a haláltól. Fear of failure. Félünk a kudarctól. In the light of the fear of the Lord, those all go away. De az Úr félelmének a fényében ezek elillannak. Okay, so I fear the Lord, and I better find the right verse. Tehát én félem az Urat, úgyhogy jobb, ha megtalálom a megfelelő igeverset ide. Okay, beginning with 12. Where it says, I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge and discretion. Where is that? Oh, 8:12, Proverbs. Sorry. Tehát a 8. rész 12. versében azt mondja, én a bölcsesség együtt lakom az eszességgel, és megszereztem a megfontolás tudományát. I just want to say right now that I know I'm out of time, and if that is going to cause anybody to miss their train or anything like that, please, I'll be offended, but go ahead and leave. Szóval, csak mivel tudom, hogy egy kicsit túlléptünk már a megengedett időn, azt szeretném mondani, hogyha valaki tudja, hogy emiatt lekésné a vonatot, vagy bármit, nyugodtan elmehettek. Igen, ez sértő lesz számomra, de nyugodtan menjetek el. I'm a girl. Viccelek. Nő vagyok akárhogy is. Okay. We read this Proverbs 8. Tehát felolvastuk a példabeszéd 8. részét. So that we would see who this personification of wisdom is. Azért, hogy meglássuk, hogy ki is a bölcsességnek ez a megszemélyesítője. So just tell me, because we don't have a lot Mondjátok of time here. Mondjátok ki nekem, mivel már nincs sok időnk. Who does this sound like? Hogy kihez, hogy hangzik, ki ez? Who is this? Ki ez? It's always the right answer in Sunday school. A vasárnapi iskolában mindig ez a helyes válasz. Jesus. Yes. Ügyesek voltatok. You just saved yourself 10 minutes. És ezzel megspóroltatok 10 percet. We were created for fellowship with him. Isten arra alkotott meg minket, hogy mi vele közösségben legyünk. We were made in his image and in his likeness. A maga képmására alkotott meg minket, a maga hasonlatosságára. The fallen. És annak ellenére, hogy elbuktunk. This is an invitation to embrace him. És ez tulajdonképpen egy meghívás, amely mindannyiunknak szól, hogy befogadjuk őt, hogy magunkhoz öleljük őt. Proverbs 8 says to reject him. A példabeszédek 8. része ugye azt mondja, hogy aki elutasítja őt, is to love death. Az szereti a halált.
And death is the wages of sin. A halál pedig a bűn büntetése, a bűn zsoldja. I want to be really clear about something. És szeretnék valamit teljesen egyértelműen elmondani. We weren't created for death. Nem a halálra teremtett meg minket az Isten. We were created for everlasting life. Hanem örök életre. I hate death. Én utálom a halált. It hurts. Gyűlölöm, mert fáj. It brings emotional pain. És rengeteg fájdalmat hoz. And I'm sorry, although I know I'm going to be with that person someday forever, it's very painful to go through. Én sajnálom, hogy ezt kell mondjam, és hogy annak ellenére, hogy tudom, hogy majd az örökké valóságot ezzel a személlyel fogom tölteni, mégis fájdalmas a hiányát végigélni. Here's Proverbs 8 in John chapter 1 verse 1. És itt van a példabeszéd 8. része, amin bele van sűrítve a János evangéliumának első részében, az első versbe. And in the place of where it says in the beginning was the word, which in Greek is logos. És ahol azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, ami a görögben ugye a logos szó. I've read that it has wisdom connotations, the word logos. Azt olvastam, hogy a logos szó valahogy kapcsolatos a bölcsességgel. So I'm going to put wisdom in that place of logos. Tehát a bölcsességet fogom ide behelyezni a logos helyére. In the beginning was the logos, the wisdom. I'm going to say wisdom, sorry. Kezdetben volt a logos, vagyis a bölcsesség. And the wisdom was with God, and the wisdom was God. És a bölcsesség Istennél volt, és Isten volt a bölcsesség. Wisdom was in the beginning with God. Ő, vagyis a bölcsesség kezdetben Istennél volt. All things were made by wisdom. Minden a bölcsesség által lett. And without wisdom there was nothing made that was made. És a bölcsesség nélkül semmi sem lett, ami létrejött. In wisdom was life. A bölcsességben volt az élet. And the life was the light of man. És az élet volt az emberek világossága. And the light shines in the darkness, and the darkness did not understand it. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. The secret of wisdom is right here. A bölcsesség titka itt, ebben rejlik itt. The Trinity, the Godhead. A Szent Háromságban, az Isten személyében. A perfect love relationship. Van a tökéletes szeretet kapcsolatban. The scripture tells us that in the beginning Father, Son and Holy Spirit, the plurality Elohim. Az ige elmondja nekünk, hogy kezdetben az Isten, a többes szám az Istenben, az Atya, Fiú, Szentlélek, tehát az Elohim. They rejoiced in each other, they honored each other, hogy they deferred to one another. Tisztelték egymást, mint egy hódoltak egymásnak. Listen to this. Hogy tekintetbe vették egymást. The world was not created out of a power struggle. A világot nem egy a világ megteremtése nem egy hatalmi küzdelemnek az eredménye. As some mythologies teach. Egyes mitológiák szerint ilyen hatalmi harcról volt szó. It wasn't created out of God's need for companionship. És nem is azért teremtette Isten a világot, mert közösségre, kapcsolatra lett volna szüksége. He wasn't lonely. Mert hogy nem volt magányos. And it wasn't created by accident. És nem is véletlenül teremtette meg. Tehát nem véletlenül jött létre a világ. You know that the world was created out of a love relationship. A világot Isten egy szeretetteli kapcsolatból teremtette. And that love literally exploded when they said, "Let us make man in our image and after our likeness." És ez a szeretet szinte így felrobbant, amikor azt mondták, hogy teremtsünk embert a magunk képmására, magunk hasonlatosságára. He has become wisdom. For us. Tehát ő bölcsességé lett számunkra. Through his death on the cross, he lived a life we couldn't live. Ő a kereszt halála által egy olyan életet élt, amit mi nem tudtunk élni. He died the death we should have died. És olyan halált halt, amit nekünk kellett volna halni. Now we don't have to die. És ezért nekünk most nem kell meghalnunk. Because he rose again and he defeated death. Mert hogy ő feltámadt és legyőzte a halált. Death is just this veil that we go through to continue life as everlasting with him. A halál a
tulajdonképpen csak az a kárpit, az a függöny, amin így át kell mennünk ahhoz, hogy utána folytassuk az örök életet vele. What's the difference between Christianity and other religions? Mi a különbség a kereszténység és más vallások között? In case you're seeking today. Arra az esetre, hogyha kereső vagy még ma. Every other religion, the leader of that religion tells you how to live. There are moral codes. Minden másik vallásnak a vezetője elmondja neked, hogy hogy kellene élned. Tehát tulajdonképpen egy ilyen erkölcsi normát tár eléd. Jesus tells us how to live. Jézus, and then he lived it. Jézus is elmondja nekünk, hogy hogyan éljünk, de ő maga élte is azt. He didn't say, this is the path, now you walk on it. Nem azt mondta, hogy ez az az út, és az, akkor járjatok rajta. He said, I am the way. Hanem azt mondta, hogy én vagyok az út. I don't just show you the way, I am the way. Én csak megmutatom nektek az utat, én magam vagyok az út. His death heals us. Az ő halála meggyógyít minket. It humbles us because we see our own depravity and inability to do anything about it. Alázatra indít minket, mert látjuk a saját romlottságunkat és a saját tehetetlenségünket, hogy ezzel nem tudunk változtatni. His death affirms us. Az ő halála megerősít minket. How's that? Az meg hogyan lehetséges? Because he was glad to do it. Hát azért, mert hogy ő örömmel tette ezt. Do you lack self-worth or have low self-esteem? Hiányzik-e belőled az önértékelés, vagy alacsony az? This is the ultimate healer. De ettől gyógyul meg ez igazán. He died for you because he wanted to. Azért halt meg érted, mert ezt szerette volna tenni. The scriptures we read today said it pleased him to do that. Ugye az igében azt olvastuk, hogy ez volt a kedvére. He values us. A gyönyörűségére. We're not valuable. Hogy ő értékel minket. Ennyire értékesnek tart. But then if you think you're pretty good, de ha meg azt képzeled magadról, hogy te egész jó vagy, through the cross we see that it humbles us. A kereszt az, ami alázatra indít minket. Jesus said, mert hogy Jézus azt mondta in Matthew chapter 11, a Máté 11. részében, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Hogy jöjjetek hozzám mind, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek. Wisdom is a gift from him. A bölcsesség Istentől való ajándék. Wisdom is the gift of him. A bölcsesség az ajándék, ő maga az ajándék. Father, thank you. Atyám, hálát adunk neked. For your love for us. Az irántunk való szeretetedért. May it go deep into our hearts. Hadd süllyedj, vagy hogy ágyazódjon az mélyen a szívünkbe. Preserve those things in our hearts that are from you today, Lord. Kérlek, hogy mindazt, ami ma elhangzott és tőled való volt, ezt őrizd meg a szívünkben. In Jesus name. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Well, we had a very rich, full breakfast this morning. Hát ma reggel nagyon-nagyon jó reggelit kaptunk, gazdagon, jól lakadtak minket. And Pam just gave us a very rich, full, final word. A Pam pedig egy nagyon gazdag és teljes végszót adott nekünk. So we have a lot to take home and to ponder. Úgyhogy, and to consider. Sok mindennel mehetünk haza, sok mindenen gondolkodhatunk és alkalmazhatjuk. Our prayer this whole weekend is that as we all came in different situations, coming from different backgrounds. Az volt az imánk erre a hétvégére, hogy ahogy mindannyian teljesen más helyzetből, háttérből jöttünk ide. Seeking, searching for wisdom, searching for answers. Kerestük az Urat, kerestük a bölcsességet, a válaszokat. Our prayer is that that you had deep fellowship, that you had rest. Hogy egyrészt nagyon mély közösségben voltatok egymással, kipihentétek magatokat. That the Lord gave answers, that he gave direction. Hogy az Úr válaszokat adott nektek, és irányt mutatott. But more than anything, that in our search, in our looking, in our asking, that he's revealed himself.
De mindennél inkább azt szerettük volna, hogyha a mi keresésünk és kutatásunk közepette ő önmagát nyilatkoztatta volna ki nekünk. So that we can go home to our families, to our workplaces, to our villages, to our cities. Azért, hogy innen hazamehessünk, falvainkba, városainkba, munkahelyünkre, családunkba. Having just kind of gone away from getting to see a new glimpse of the Lord in a deeper way somehow. És úgy mehessünk haza, hogy egy új bepillantást nyertünk az Úr lényébe. So we love you. We are so szeretünk, thankful for each one of you. Szeretünk benneteket, és nagyon hálásak vagyunk értetek. So thankful that you could all be here. Hálásak vagyunk azért, hogy mind